Üdvözlök ismétem mindenkit! Itt most össze lesz rakva a telefon, már kezemben van az akkumulátorja neki. Itt látszik? Egyszerűen most nem rakok bele SIM-kártyát se semmit, és kíváncsi vagyok, hogy milyen indító hangja fog lenni neki. Egyáltalán el is fog indulni, vagy nem fog. Voltak olyan telefonok, amik el sem indultak, kellett utána tölteni. Szarakom rá. Ráélesztem a tokot. Bekapcsolom. És megjelenik az írás. Energizer. Meg hogy bebuttoljam. És be is indult. 12 órát mutat. Nézd, milyen csengő hangok is vannak rajta. A menüje szokáshoz szokott lenni. Milyen szokott lenni, de kínai telefonnak. Ugyanaz. Az OS van rajtuk. Egy 6 éves telefon is ugyanilyen volt. Ikonok, minden. Nézzük a kameráját. Hát, szokásos minőség. Telefonnak van 16 kilobátja. Vagy e-book reader, alarm. Tork. A kalkulátor, hát ez is semmilyen nagy extra nincs benne, ugyanolyan, mint amilyen szokott lenni. Kalendár, multimédia, van rajta játék, memória. FM rádió. Nincs beépített neki, más telefonoknak szokott lenni. Ez nem kell a fülhallgató. Itt kell, legyen. Sound recorder. Hát, semmi nagy extra nincs, ugyanaz, mint szokott lenni. Szokásos kínai rendszer. Egyáltalán derülni, hogy jó. Érdekes, hogy nincsen nyitva a SIM 1, meg a SIM 2. Ok, ilyen profilek. Ugyanazok. Jó sok ringtone van rajta. Milyen nyelv is van. Nyelvbeállítások. Nagy valószínűséggel több nyelvbeállítás lesz rajta. Mert egyre jobban tudnak tömöríteni rajta. Más nem tudok ilyen jó tömöríteni se. Mondom. Van is rajta angol, francia,
Szer, Kroatia, Románia. Mondtuk elég. Hát régebben volt olyan telefonom, és mint csak kettő volt, volt rajta szerb és angol. Az évek alatt egyre jobban tömörítgetnek. Tilt mode, big setting, igen az. Ez a lámpája neki. A középső gombot meg kell nyomni. Nézzük, mire is képes még. Ez a hangbevétel. Ugyanaz, mint a többiné. Lehet állítani a merre menjenek. Itt jelennek meg. Az időlejátszó. És alar. Nézd ki, hogy ugyanaz, ami szokott lenni. És nagy különbség nincsen. Szóval ismét a figyelmeteket. Szevasztok!